Távol a világ zajától, a meghitt környezet már több alkotni vágyó művésznek nyújtott ihletet és adott otthont. Ez alkalommal táborozók érkeztek az alig több mint 100 lélekszámú Kalaznóra. Az idén pécsi építészekkel közösen elkezdtünk szervezni egy tábort. Ők nagyon érdeklődnek az ökológikus építészet és a hagyományos természetközeli építőanyagokkal való építkezés iránt. Én pedig ezt csinálom itt építész végzettség nélkül, itt Kalaznón, és akkor a kettőt összekötöttük, és akkor szerveztünk egy tábort, ahova eljöhettek olyan főleg műszaki területről érkező emberek, akik kipróbálhatják ezt a fajta építkezést. Belenyúlhatnak a sárba, egész koszosak lehetnek úgy, mint én minden nap. A helyi sárral tapasztunk, szalmával, törekkel, használunk még, nem tudom, lócitromot. Vagy. Ezzel a házzal nekem az a nagy kísérletem, hogy hogyan lehet a 21. században manapság modern építőanyagok nélkül, vagy legalábbis minimális felhasználásával olyan házat építeni, ami megfelel a mai igényeknek, és ez mennyivel olcsóbb, mint hogyha modern építőanyagokból építkeznénk. Itt ez az épület, ez egy 120 négyzetméter alapterületű családi ház lesz, amiben gyakorlatilag csak újrahasznosított anyagok épülnek be. Csak olyan modern anyagot építünk be, ami mással nem kiváltható, és minimális mennyiségben. És az lenne ennek az üzenete, hogy az emberek bátran merjenek használni a környezetükből alapanyagot. Attól, hogy valami régi és lebontott építőanyag még nem kell kukába dobni, nagyon is jól fel lehet használni, okosan és értő módon lehet ezeket alkalmazni, és nagyságrendekkel olcsóbban lehet így házat építeni, és egyébként sokkal egészségesebben, mint cementből, betonból, műanyagból és egyéb modern anyagokból. Azt szokták mondani, hogy egy új családi háznak a bekerülési költsége az olyan 500 ezer forint per négyzetméter, tehát egy 100 négyzetméteres ház átlagban, ez egy statisztika, a tavalyi évben 50 millió forintból épült meg. Nekem az volt az eredeti tervem, hogy ezt a házat persze nem nulláról építettük, de még le is kellett bontani, és csak körülbelül egyharmadát tudtuk hasznosítani a falaknak, meg elég sok építőanyagot. Az volt a tervem, hogy körülbelül 10 millió forintból építjük meg ezt a házat. Most úgy látom, hogy nem fogunk ebbe beleférni, egy kicsit túlnyúlunk, de nem közel se fogjuk elérni az 50 millió forintot, még a felét se, talán a harmadát, vagy annyit se, mire ez elkészül. Hogy aztán mennyibe kerül majd ebben élni, azt csak tippelni tudom, hiszen most is egy hasonló vastag 50 centis, 60 centis falu, vert falu vályokházban élünk, ami 120 vagy 100 évvel ezelőtt épült. Hogyha az ember ésszel fűt és jól használja ezt a házat, akkor mindenféle modern szigetelő anyagok nélkül is teljesen jól melegen lehet tartani télen. Nyáron pedig most is, amikor itt kint, nem tudom, 40 fok körüli a hőmérséklet, a lakásban 24-25 foknál nem megy magasabbra a hőmérő mutatója. Ezek a falak együtt élnek az emberrel. Lélegeznek, beveszik a párát, kiengedik a párát, nincs semmi lefolytva hermetikusan, egy kicsit az ablak szellőzik, oké, de az jót is tesz neki, hogyha ott jár a húzata, valamennyire van légmozgás. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek a házak egészségesebbek. Egyszerűen jobb életminőséget tudnak biztosítani. Úgyhogy persze jól vannak karbantartva. Ha nem hagyjuk eldohosodni, ha nem hagyjuk felvizesedni, ha nem hagyjuk, hogy peregjen a vakolatest a fejünkre, stb., akkor ezek a házak alapvetően egészségesebbek, mint a modern építőanyagokkal épült épületek. Nagyon sok jó példát látok országszerte. Fiatalok, sokan, akik városból költöznek ki, megtalálják a boldogulásukat faluhelyen, sőt, tanyákon is, sokan pedig, akik falun élnek, és ott mernek, ott tudnak maradni, még úgy is, hogy egyébként elmentek nagyvárosba, fővárosba, egyetemre, főiskolára, aztán visszaköltöznek a saját szülőfalujukba, és ott megtalálják a boldogságukat. Szerintem az ország nagyon-nagyon fővároscentrikus, ez egy hiba, miközben vidéken is csuda jó helyek vannak, itt Tolna megyében is gyönyörű a táj. Norbert 5 évvel ezelőtt vette meg ezt a régi svábházat. Ezt a völgységi dombságot simán össze lehet vetni a Balaton felvidékkel, mind a tájképet tekintve, mind a népi építészetet tekintve, de akár még, nem tudom, olasz vagy francia régiókkal is nagyon szép, gyönyörű ez a táj, és egyszerűen itt gazdálkodni lenne nagyon érdemes. Ha egy család arra próbálna berendezkedni, hogy egy családtag dolgozik, egy másik pedig otthon van és nem keres munkahelyet, hanem azzal foglalkozik, hogy a család számára a saját kis kertjükben, hogy a környéken megtermelje az élelmiszert, biztosak benne, hogy sokkal jobban kijönnének, mint ha mind a ketten dolgoznának, és az összes élelmiszert meg kéne menni boltba, vagy egy áruházlánc valamelyikében. Nemrég született meg a kislányunk, egy 9 hónapos, és az a tervünk, hogy ha ez a ház elkészül, akkor itt fogunk letelepedni, és itt fogjuk felnevelni a kislányunkat ebben a gyönyörű környezetben, a falus élet minden csinyát, bínyát, és persze a nagyvárosi csíziót is megtanítva neki.
A felújítás alatt álló nemrég még omladozó épületben valószínűleg olyan gerendák vannak, amelyek még német erdőkből kivágott tölgyből készültek. Hát én a YouTube-on találtam rá, Életérzés Kalaznó címmel, és hát ugye aki ezt figyelemmel kíséri, az láthatja, hogy mi folyik itt, mi próbál megvalósítani, megteremteni, vagy új életre kelteni. És hát volt egy ilyen egyetemisták által szervezett program erre a hétre, egy pár napban, ahol egy oszlópárkányt szerettünk volna elkészíteni, és készül is ez ennek a sablonja. Ezt tegnap készítettük, illetve ma, és a ház elején a csúcsfonalat is látni ennek a működését. Majd most egyelőre csak a nagyoló mennyiséget visszük föl, és akkor holnap lesz valószínű, amikor finoman ennek a profilnak a mentén kialakítjuk a párkányt. Egyfajta közösségépítés, tudás csere, tudás átadás, oda-vissza, tanulás, és hát ez nyilván segít a jövőben is, aki ugye ezzel foglalkozik, én is egy ideje már foglalkozom ehhez hasonló tevékenységekkel, hobbi szinten is, akár ugye a házépítés során azért nagyon sok ötlet, régi technológiák kerülnek újra felhasznosításra, illetve hát, hogyha valahol hiány van, ott egymásnak tudunk itt segíteni egy ilyen program keretében, hogy megismertessük másokkal is, hát meg magunkkal is a látottakat, és hát a jövőben ezt tudjuk hasznosítani. Szerintem egy egészséges életteret biztosítanak ezek a házak, csak úgy, mint régen is, és hát sajnos azért ezek feledésbe merülnek, ezek a települések is, ez az építési módozat, vályogházak, a fa, a természetes anyagok használata, ugye nagyon elmentünk egy műanyag, egy ilyen nem lebomló anyag használat irányában, és itt ezek, amik itt vannak, ugye a tégla, a vályog, ugye a vályog is egy kiégetett, ugye a vályog téglák, ugye ezek ki vannak égetve később, és akkor tégla lesz belőle, ezek így lebomlanak, a fa is később, a vályog is föl is tudjuk használni, itt is vannak ezeket a régi vályog darabokat használjuk, föl daráljuk le, és aprítjuk, és azt itáljuk vissza, és abból készül a tapasztás később szálasanyagokkal, szalmával, törekkel, majd aztán hát ugye lócitrommal is a simító vakulatba teszünk, hogy nagyobb legyen a tapadás, meg hát közte vannak különböző módozatok is természetesen, és hát azért próbálunk egyfajta szépséget is teremteni, úgyhogy ez több folyamat, régi anyagokat használunk, a gerendák, szarufák is régi bontott anyagból vannak, és ezek kerülnek vissza beépítve, mutatják magukat majd a későbbiekben, illetve hát akik benne laknak, majd azoknak egy szuper érzést biztosít, úgy gondolom. És nekem is ez a célom, hogy ezeket így átadjon másoknak is, illetve hát, hogy aki ezt megismeri egyszer, az lehet, hogy más nem akar soha többé, mert sokkal jobb érzés egy ilyenben élni, lenni, mint egy akármilyen épületben. Leegyszerűsítve. Maga ez az élő természet, ami itt van, és az őseink megvalósították. Most, ha körbenézünk, mondjuk, akkor azt látjuk, hogy keszekuszaság van, ugye a természet visszaveszi magának az életterét, de ezt újra lehet éleszteni a Csipke Rozsika álmából is, és szemben mondjuk, amit mondtál, ugye, hogy az új telkek, akár egy új építésű ingatlan, ott ugye nagyjából azon van egy üres telek, egy gyümölcs van nincs rajta, majd elmegyünk a kertészetbe, és megvesszük a tujákat, sövényt, és akkor kicsit így kizöldül a természet, de hát itt ezek így nőnek maguktól. Persze ültetni is kell, vagy visszahozunk bizonyos gyümölcsfákat, amelyek így feledésbe merültek, és ugye hát ez itt körülöttünk van, előttünk van, nem kell menni a boltba, megteremtjük. Sok munka, az tény, viszont visszajön a későbbiekben, és hát tudjuk, hogy mit teszünk az asztalra, mit teszünk meg, és ez egy nagyon fontos hosszú távon. Úgyhogy ez egész, ez egy körfolyamat, tehát az elejétől végéig a környezetünk, ami körülvesz, az épített örökség és az épített épületek, azok ezek szimbiózusban vannak egymással, és ugye ezt az életteret éljük, és ezt az életet éljük, akkor szerintem egy ilyen jó kis jövőképet tudunk, és ezt átadjuk, vagy megosztjuk egymással, akkor már megérte. Az otthonteremtésnek és a családi házépítés léptékben ez egy olyan alternatíva a megszokott konvencionális építőanyagokhoz képest, ami a helyi erőforrásokat használja ki mind emberi, mind anyagi oldalról, és
És a szalma egy olyan alapanyag, ami hőszigetelésként, falazó anyagként is, és térkitöltő anyagként, és a vakolat egyéb rétegeiben is helyet kap, tehát egy nagyon széles körben használható anyag, és ezt szeretnénk a vályog valamilyen ismertségére feltornászni, hogy a két anyag együtt, mint egy hagyományos és egy természetes építési rendszer ismerté váljon az országban. Jövőre szeretnénk igen egy új tábort szervezni, most vagy ennél a háznál, de ez valószínűleg elkészül, akkor viszont Kalaznunk van elég sok ház, ahol ezt lehet alkalmazni bátran. És jövőre újra próbálkozunk. Környezetünk mindig árulkodik kulturális szintünkről. Kalaznon pedig tanúi lehettünk az építészeti kultúra, a hagyományok, az értékmentés és az értékteremtés életre keltésének.